hogy milyen volt az 1988-ban rendezett első Kalász János utánpótlás labdarúgó emléktorna, erről is mesélt a bátorszéki futballtörténet helyi legendájává vált játékosának, Kalász Jánosnak a fia, ifjabb Kalász János. A hallgatóságot 12 éves focista palánták alkották, az idei immáron 32. Kalászkupa résztvevő csapatai. Az Újpest, a Paks, a PMFC, a Baja, a Bonyhád, a Mohács, a Szekszárdi Bakaiskola és a házigazda Bátaszék játékosai. Az elsőre 1988-ban került sor, ragyogó csapatok voltak, Ferencváros, egy jó PMFC, egy Márton Jókev által vezetett Kaposvári Rákóczi, mi a Szekszárdi Dózsa válogatott játékosai. A döntőben meg különösen szívesen emlékszem, mert tanítványunk kettes iskolába jár, Fehér Csabi félpályáról szabadrugás góljával nyertünk a PMSZ ellen 1-0-ra. Vagyis elnyertük édesapám tornáját, amit a 1946-47-es bajnokságban nyert Tolna megy a bajnok gólkirálya volt. A Szekszárdról indult magyar válogatott játékossá vált, külföldi karrierje során többek között a híres holland PSV Eindhovenben is megfordult, Fehér Csaba egyik ellenfele az első döntőben, nem akárki, Dárdai Pál, a német Hertha játékos legendája, jelenlegi edzője, a magyar válogatott volt meghatározó játékosa, és egyben korábbi szövetségi kapitánya volt. Akkor volt 12 éves, meg a Fehér Csaba is magyar válogatott, és profi Európában játszó labdarúgó. Akkor voltak 12 évesek, és ezt a győztes csapatot még abban az évben sikerült repülővel elutaztatni Párizsba, Bözomba, testvérváros kapcsolatban, és ott is tornát nyertünk. A távolabbi múltban ötször nyertek egyébként kalászkupát a szekszárdiak az elmúlt három évtizedben, miközben a tornának igyekezett a színvonalát megadni a rendező bátaszéki általános iskola. Az idén már a Bátaszék Sportegyesület szervezte a tornát, növelve a színvonalat, remek csapatok érkeztek. Ott volt a mezőnyben az újpesti TE, a Paksi Ese, a Pécsi MFC is, a Mohácsi, a Bajai, a Bonyhádi és a bátaszéki csapat mellett. U12-ben érvényesült ezen a tornán is a papírforma. A hadcsapatos torna kis döntőjét a PMFC és a Bonyhád játszotta, Baranyába került a bronz. A döntő pedig az utóbbi évek egyik legemlékezetesebb összecsapását hozta, az Újpest és a Paks főszereplésével. Végig izgalmas, kiegyenlített nagy csatát láthattunk, épségüket sem kímélve, különösen az újpestiek tették oda magukat minden egyes labdáért folytatott harcban a kis focisták. Feltűnt a zöldfehér paksi gyerekek magassági, bizonyos értelemben fizikális fölénye, amit az újpesti mini emberek harcossággal párosuló szélvész gyorsasággal és technikai képzettséggel kompenzáltak. Egy gól itt, egy amott, így a 2x5 perces hosszabbításra maradt a döntés. A mindkét oldalon kimaradt helyzetek miatt nagyon is benne volt a levegőben, hogy a büntetők döntik el végül is a 32. kalászkupát. A paksiaknál végig jól funkcionáló páros kapcsolat eredménye volt a győztes gól, ők osztoztak meg a két paksi találaton egymást kiszolgálva. Milyen reményekkel érkeztetek ide? Már egy torna győzelem a zsebbe volt. Hát így szerettük volna, meg szerettük volna nyerni a tornát, ezért utaztunk el idáig, és szerintem a csapat az nagyon együtt volt, és nagyon, nagyon biztattuk egymást. Milyen volt ez a torna győzelem? Ki kellen, és melyik a rangosabb? Hát szerintem az, hogy egy pesti csapatot így le tudtunk győzni. Hogy láttad, az Újpest ellen játszani, ez talán életed egyik nagy élménye volt, nem? Hát én úgy látom, én mindig úgy szoktam neki menni mérkőzéseknek, hogy megnyerjük, és ez siker bejött. Mi volt a titka, hiszen az Újpest nagyon gyorsan támadott, gyors játékosai voltak, de ti azért a kapu előtt több helyzetet alakítottatok ki. Hát elsősorban a védelem, hogy hátul megszereztük, és kontrákkal. Kontrákkal ment a dolog. De hogy láttad, mi volt a sikert? Szerintem nagyon pontosan passzolgattunk végig, és higgadtan játszottunk. Úgy láttam, hogy egymást kiszolgáltátok, rúgtál te is gólt, és utána te adtál gólpaszt a társadnak. Igen. Hogy történt, visszaemlékszel rá? Begyakorolt figura? Hát gyakoroltunk sokat rá, vagyis hát utolsó edzésen, mielőtt jött a mérkőzés,
Pont éneket gyakoroltunk, és ugye a fejemben maradt, és ezt meg tudtam valósítani. Sokszor van az, hogy egymást a helycserét csináltok, vagy egymást játszátok meg? Edzésen is, vagy a mérkőzésen is, így a felállás is? Hogy előtti kétéket játszottok, vagy te mögötte? Én mögötte szoktam játszani, de nagyon támogatjuk egymást, és hogyha másik jobb helyzetben van, akkor egyértelműen passzolunk neki. Mint megtudtuk, a nagypályán is lesz sikerélmény ennek a paksi társulatnak, amely minden szempontból összejött, amely itt a Kalászkupán is nagyon sikeresen szerepelt. A torna legjobb kapusát is ők adták, Hegfusz Róbert személyében, míg a mezőny legjobbjának az UTE játékosát Kis Andrást választották. A legjobb kapust Györfi Milán személyében a PMFC adta. Bíjazták a csapatok legjobbjait is. A bátorszékiek közül, akik egyébként egy feltörekvő csapatokkal vettek részt a tornán, a kapus Verhás György nyújtotta a legjobb teljesítményt. A paksiakhoz kerülő vándorserleg a maga nemében országos kuriózumnak is számít akár. Ez egy második világháborúban megtalált lövedékből készített erekje, amit idősebb Kalász János még a 40-es évek végén megyei gulkirályi címért kapott, amit fia a későbbiek során felajánlott, mint vándorserleget a mindenkori kupagyőztesnek egy évig szóló megőrzésre. 23 gól, Tolna megye bajnoksága, második világháború befejezése után, közvetlenül, mert ez a kupa 46-47-es bajnokságban lett ennyire. Ő ennyi gólt rúgott a Tolna megyei bajnokságban. Bal lábbal. Mint ismeretes, idősebb Kalász János, egykori iskolaigazgató, legendás futballista, a névadója a bátorszéki sportcsarnoknak.